Keresztény testvérek, Krisztus feltámadt az örök életre. Krisztus él. Az apostolok hitével terjesszük a hit világosságát körülöttünk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek boldog húsvétot. Merjünk nagyok lenni. A zsinati folyamat egyik nagyon is észlelhető velejárója az emberi kapcsolatok mennyiségi és minőségi növekedése. Egyre többen kerülünk egymással kapcsolatba, és ez a kapcsolat egyre mélyül. A munkadokumentumok közös olvasása és megbeszélése megmozgatja egyházmegyénk tagjait, legyenek világiak, papok, szerzetesek, vagy a két kollégiumban lakó fiatalok. A témák pedig mélyre mennek. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, ami örömmel tölt el bennünket. Érezzük, hogyha nem is számban, de lélekben növekszünk. Emberi kapcsolataink és Isten kapcsolatunk lassan-lassan finomul. Sok fejtörést is okoz persze a zsinat minden szinten. Egyik ilyen fejtörésre okot adó kérdés, amely a pozitív visszajelzéseket, az örömöt általában félhangon követni szokta, körülbelül így hangzik: igen, a zsinati folyamat nagyon jó, szépen összeköti a híveket, de mire befejezzük ezt a folyamatot, kinek fogjuk ezeket az eredményeket bemutatni, kivel fogjuk a jövőnket formálni és megvalósítani? Jogos kérdés. Mögötte ott van az az aggodalom, ami a tájainkról történő és szűnni nem akaró elvándorlás látványa, ami talán egyházmegyénk szórvány közösségében jobban észrevehető, mint a katolikusok által sűrűbben lakott területeken. Amikor ezeket a jogos kérdéseket hallom, szinte reflexzerűen eszembe jut egy másik kérdés: hogyan viselkedett Jézus, amikor szembenézett tanítványainak drasztikusan kicsi számával? Számban megcsappantak, de Jézus nem vett vissza. Tartotta a tempót, de nem vette vissza félgázra, sőt, még inkább rálépett a gázra, újabb igazságokat osztott meg a tanítványaival, és nem kerülte el a vitákat az írástudókkal és a farizeusokkal. Jézus viszonyulása mutatja, mit kell tennünk. Az egyre kisebbedő nyájunk láttán nem dőlhetünk hátra, és nem kapcsolhatjuk egyházmegyénk életét takaréklángra. Ez a helyzet nem vezethet oda, hogy most kevesebbet fogunk tenni. Szó sincs róla. Mi épp olyan lelkesedéssel hirdetjük az evangéliumot, mint előtte. Épp úgy szervezünk programokat, mint előtte. Egyházmegyénk minden egyes tagja megérdemli a teljes odaadást, a hozzáfordulást, a szeretetet, a figyelmességet és a gyengédséget, ahogy ezt Ferenc pápa is nagyon sokszor említi. A szeretet forradalma, melyet Ferenc pápa meghirdetett, nem ismeri a takaréklángot és a kifogásokat. Hogy a feltámadás fényébe kell tekintenünk minden nehézségre, szenvedésre és számunkra fejtörést okozó kihívásra. Vannak dolgok, amelyeken nem tudunk változtatni. Azt azonban, hogy hogyan viszonyulunk kialakult helyzetünkhöz, az a mi kezünkben van. Belekeseredünk? Vagy Jézushoz hasonlóan kitartunk a feltámadásig? Aki elmegy, elmegy. Isten áldása kísérje és segítse őket. Senki nem megy ok nélkül el, de hisszük azt, hogy megfontoltan és felelősségteljesen hozta a döntését. Aki azonban itt marad, maradjon teljesen itt, 100%-ba, és ne karbatett kézzel. Maradjunk aktívak, tevékenyek, maradjunk kapcsolatban,
mert csak így tudunk tovább növekedni. A feltámadás örömét nem lehet kitörölni az életünkből. Keresztényként nem felejthetjük el. Azonban nyitva kell tartanunk a szemeinket, a szívünket, minden érzékünket, hogy meglássuk azt minden napjainkban újra és újra. Engedjük, hogy Jézus nyomában járva a feltámadás a mi életünk része is legyen. Ezt kívánom mindenkinek a Szent Napok ünneplése alatt. Feltámad Krisztus, alleluja! János evangéliumának 20. részéből olvasom az első két verset. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez, és ama másik tanítványhoz, akit Jézus szeret, vala. És mondta nékik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. A keresztény világ ma ünnepel. Mégpedig megemlékezünk arról, hogy a mi Urunk, megváltunk, legyőzte a halált. Diadalt aratott a halál felett, és ezzel minket is biztosított, hogy biztosak lehessünk a jövő iránt. A húsvét bizonyítja azt, hogy Isten hatalma akkora, hogy még a halál felett is győz az élet. És mindnyájunk számára ez az öröm és a boldogság forrása kell, hogy legyen. Ezért ünnepeljünk önfeledten, reménységgel, tudván azt, hogy a mi Urunk él, és mi is élni fogunk. De egyben a húsvét nem csak azt jelenti, hogy majd az örökké valóságban leszünk boldog emberek. Húsvét azt is üzeni nékünk, hogy már itt, a földi életben jogunk van a boldogságra és az örömre. Jézus Krisztus diadala töltse be a mi szívünket és lelkünket, és az ő segítségével tudjunk igazán tiszta szívvel, hittel ünnepelni. Kívánom azt, hogy mindnyájan boldog húsvéti ünnepeket üljünk, tudván azt, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket, Jézus Krisztus megáld bennünket. Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánok. Mert megölhették hitvány zsoldosok, megszűnhetett dobogása szívének, de harmadnapon legyőzte a halált. Így val, így ír Pilinszky János, harmadnapon című versében. Így ezekkel a gondolatokkal, szavakkal foglalja össze húsvét misztériumát. Húsvétkor, húsvét dicsőséges ünnepén beszélnünk kell húsvét misztériumáról. Hiszen úgy gondolom, hogy ahogyan emberileg közelítünk húsvét ünnepéhez, megpróbáljuk ésszel, megpróbáljuk a valónkkal felfogni, megérteni húsvétnek a csodáját, húsvétnek a misztériumát, nagyon rossz úton indulunk el. Húsvét misztériuma tulajdonképpen az a három nap, amely Jézus kín szenvedését, kín halálát és feltámadását jelenti. Tágabb értelemben Jézus Krisztus egész élete,
önmagában egy misztérium, de mégis a húsvétnak a misztériumát e három nap foglalja össze. E három nap, amelyről nehéz gondolkodni, nehéz elmélkedni, nehéz ahhoz hozzáállni. Húsvét ünnepe kapcsán sokkal inkább az emberi valónk kerekedik felül. Az emberi valónk az ajándékozással, a húsvéti különféle szokásokkal, a tormával, a sonkával, húsvéti tojásokkal, húsvéti nyuszikkal. S elveszik mindebben maga a tartalom, maga a misztérium. Maga az, amit az Isten, a teremtő és gondviselő Isten cselekedett miértünk húsvétkor. Öröm akkor lehet számunkra, és akkor lehet igazi húsvéti ünnepünk, hogyha nem ésszel, nem emberi valónkkal, nem gondolkodás módunkkal, hanem hittel próbáljuk megragadni, megközelíteni húsvét misztériumát, húsvét tartalmát. Jézus Krisztus életét adta miértünk. Felmerül a kérdés húsvét ünnepén, vajon mi kiért adnánk oda az életünket? Családtagjainkért, ismerőseinkért, barátainkért? Talán a válaszunk igen, de ha tovább lépünk és folytatjuk a kérdés sort, felmerül az is, vajon életünket adnánk-e azokért, akik nem szeretnek bennünket, akik ellenségeink. És itt már bizonyára nagyon sokan, ha nem mindnyájan, de nagyon sokan elbukunk. És húsvétnak a tartalma, húsvétnak az üzenete éppen az, hiszen Jézus Krisztusnak utolsó szavai is azok voltak, bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ez a cselekedet, amit ő megtett értünk, hogy nekünk életünk legyen, ez adhat nekünk is bátorítást, hitet, örömöt és soha el nem múló reménységet. Hiszen Jézus Krisztus legyőzte a halált harmadnapon, húsvét hajnalán. Ez erősítsen meg mindnyájunkat. Ez adja meg nekünk is a szeretetet, a boldogságot. Ez vezessen minket életünk minden napján, hogy ne csak húsvét ünnepe legyen, húsvét a feltámadás ünnepe, hanem egész életünk sugározza szeretetben és soha el nem múló reménységben a szeretetet magát, Jézus Krisztust, Istennek történelmet átforgató cselekedetét. Így próbáljuk meg hittel, megerősödve, örömben megérteni húsvét dicsőséges ünnepét, húsvét misztériumát, és igaz hittel hozzáállni húsvét ünnepéhez, hogy egész életünk Istent dicsőítse, itt a földön is egykor majd a mennyben. Hiszen a mostani földi életünk csak egy előtere az örökké valóságnak, hiszen mi ezt az örökké valóságot szeretnénk, erre vágyunk. És erre hív minket Istenünk húsvét ünnepén. Adjuk hát oda az életünket őneki, forduljunk ő hozzá, csak ő adhat segítséget és soha el nem múló szeretetet. Így áldja meg húsvéti ünnepünket a teremtő és gondviselő Isten, így formálja életünket továbbra is, és adjon nekünk igazi örömöt, békés ünnepet. Amen.